Elvégezte a vízvezeték cserét a szolgáltató a Pláza körforgalomnál. Erre azért volt szükség, hogy csőtörés esetén később ne az új burkolatot kelljen felbontani. A közmű rekonstrukció után maradt némi szintkülönbség, mert ki kell várni, míg a gödrök betöltése tömörödik, ebben az autóforgalom is segít. Ha ez megtörténik, kezdődhet a balesetveszélyes burkolat helyreállítása. Erről számolt be Tóth Kálmán a helyszíni sajtótájékoztatón. A Pláza csomópont, valamint a Szent Gellért és Hunyadi utcák körforgalma egyszerre újul meg két-két nap alatt. Az ütemezés még tervezés alatt van, de május 5-éig mindkét munkát be kell fejezni. Összesen 4 munkanapot fog érinteni ez. Nagyjából a felső rétegnek a marásával fognak kezdeni a munkatársak a Szent Gellért utcában, és hogyha időjárás és minden megengedi, akkor lehet, hogy aznap, de másnap mindenképpen át tudnak jönni ide, és marásokat hajtanak végre itt is. Ez mind a két munkálat teljes zárással jár, tehát ezek a körforgalmak akkor korábbi kereszteződésekben le lesznek zárva. Ide gépjárműforgalom akkor nem jön be, hanem terelő utakon fog az autóbusz és az autóforgalom is elmenni. A legfőbb probléma Szombathelyen az utak rossz állapota. Az önkormányzat kiemelt feladata a helyreállítás, ebben több 10 éves lemaradást kell behozni. Erről Németh Ákos beszélt. Van előrelépés. A következő hetekben, hónapokban nagy forgalmat bonyolító kereszteződések újulnak meg, továbbá a Károly Róbert és a Szőlős utca burkolatát is hamarosan cserélik. A Pláza és a Szent Gellért körforgalomhoz jövő hét elején információs táblák kerülnek ki, amelyek segítik a közlekedést, és a lakosság a helyi médiából is folyamatosan tájékozódhat a lezárásokról. Az a legjobb, hogyha van rá lehetőségük, akkor főleg a csúcsidőszakokban elkerülik majd ezeket a csomópontokat, de hogyha erre nincs lehetőség, akkor legyenek türelmesek egymáshoz. A Szent Márton és Vörösmarty utcák csomópontjában több mint 6000 négyzetméteres felületen újítják meg a burkolatot. A fejlesztést komoly egyeztetés előzi meg, hiszen 5 közműszolgáltató munkáját kell összehangolni. Keresik a megoldást, hogy ne lehetetlenül jön el teljesen a közlekedés a 6 sávos úton. A gázrekonstrukció már jövő hétfőn elkezdődik. Jelenleg ugye a Szent Márton téren dolgoznak, onnan fogják indítani azt a cserét, azt a gázvezeték cserét, ami jó eséllyel a két bevezető Zanati úti sávot érinti. Tehát, hogyha ez úgy lesz, ahogyan a terveken láttuk, akkor Zanat felé és felől egy-egy forgalmi sáv lesz elérhető, ami jelenleg, hát mondhatjuk, hogy déli oldalon, tehát a piac felőli sávok lesznek használhatók, egy oda, egy pedig vissza. A gázművek után a távhőszolgáltató dolgozik majd a területen, 3 méter mélyen cserélnek vezetéket, ezt követően pedig a vasi víz nyit 2 aknát. A tömörödési időt itt is ki kell várni, aztán jöhet az aszfaltozás. A munka a tervek szerint szeptemberre fejeződik be.